Vendégünk volt rádió gaga interjú. Szokásos pénteki megyei infó, melynek keretében ez alkalommal Jakab István Barna Ovászna megye tanácsának alelnöke van itt velem a stúdióban. Szervusz Barni, köszi szépen, hogy bejöttél hozzánk. Szia Kincső, köszönöm a meghívást. Úgy szeretem, amikor jó hírekkel érkeznek hozzánk a vendégek, és az a jó hír, amit most te hozol, az azt hiszem, hogy kifejezetten sokunkat is érint egyrészt, másrészt tényleg a legjobb hírek közé tartozik, ugyanis ha minden igaz, el fog indulni egy egészen komoly digitalizációs folyamat a megyei tanács minden nemű adatait, illetően mesél nekem erről, miről van szó egész Pontosan. Én is csak jó hírekkel szeretek jönni, Na, szóval ő. ma is így történik ez. Úgy fejezném ki magamat, hogy Kovászna megye tanácsa szintet lép, belépünk a digitalizáció korában. Itt Európai Uniós pályázatból kaptunk finanszírozást egy digitalizációs projektre, ami, amit, hát hogyha gyorsan be kéne mutassak, most magamnak feltettem a kérdést, akkor három fő elemre osztanám, három fő részre. Itt um, elsősorban a Megyei Tanács archívumának a retro digitalizálása, tehát az elmúlt 30 év porosaktáit um, próbáltuk meg átvinni a, a digitális uh, világba. Mondjam úgy, hogy feltölteni nem a felhőbe, hanem egy szerverre, és kereshetővé tenni. A, egy digitális platformot fogunk létrehozni, amiről későbbiekben még beszélhetünk többet, és a belső munkafolyamatainkat aktualizáljuk, hiszen a digitalizáció az változásokat is hoz, és egyértelmű, hogy a digitális korban már nem tudod pont úgy végezni a munkádat, mint ahogy azt az előtt megszoktad. Egyértelmű, egyértelmű. Ezt talán megelőlegezhetjük így az első néhány perc után a beszélgetésünkben, hogy azt a szót, hogy digitalizáció rengetegszer fogjuk használni. A... Elnézést kérek, rengetegszer Semmit el fog probléma. hangzani. így van, de hát ennek nincs még mondhatni sem magyar megfelelője, sem szinonimája, viszont nagyon jó irányba mutat. Ha egy picit visszakajtatunk, úgymond a régmúlt idők polcai, poros polcaira, ugye említett, hogy az elmúlt 30 esztendőnek az archívumát digitalizáljátok. Ez mit jelent egész pontosan? Milyen típusú dokumentumokra gondolhatunk? a legfontosabb dokumentumok, amik egy megyei tanácsnál születnek, és nálunk is születtek idézőjelesen, azok az elnöki rendelkezések, a megyei tanács határozatok, itt hozzatartoznak ugye mindenféle háttirakták is, tehát nem csak az az egy oldal, ami, ami írja, hogy hogy kovász ugye tanácsa eldönti a következőt, hanem a háttér az alátámasztó anyagok is, amik sokszor elég vaskosak, és ami a, a nem megyei embereknek és vállalkozásoknak nagyon fontos, az építkezési engedélyek. Az urbanisztika. Igen, igen az igen. urbanisztika, amik szintén nagyon vaskos akták lehetnek. Hát tudok olyan példát, hogy több doboznyi papír volt egyetlen egy építkezési engedély és Így nem van. kicsi doboznyi akta. Igen, 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 sajnos én is tapasztalatból tudom, hogy azért nagyon sok úgymond papírel van ilyenkor fecsérelve, tényleg orbitálisan nagy iratcsomókat kell összeállítani. Említetted egy fél gondolat erejéig azt is, hogy kereshetőek lesznek ezek az információk. Ha jól értem, akkor ez azt is jelenti, hogy egyfajta hozzáférést kap az átlag háromszéki állampolgár is ehhez. Úgy mondanám, hogy gyorsabb hozzáférést csak rajtunk keresztül kell majd a jövőben igényelje, de mi sokkal könnyebben és hamarabb meg fogjuk kapni. És valamennyire kizárjuk annak is a lehetőségét, hogy elvesztenek bármilyen oktak. Tehát ott vannak, digitálisan megvannak, beütjük az évszámot, hogy körülbelül miről volt szó, és a, a program már elő is hozza, hogy itt van, és tudjuk is küldeni a, az illetőnek, aki kérte digitális formában. Ha jól értettem, Barni, az előző gondolatot ugye úgy zártuk, hogy tulajdonképpen könnyebbé válik a kereshetés a kollégáknak, úgymond házon belül. De gyanítom én, kérem szépen alátámasztani vagy cáfolni, hogy ez előbb-utóbb eljut arra a szintre is, amikor konkrétan egy sima egyszerű állampolgár is felhasználói szinten kereshet és találhat. Ez pontosan így fog történni. Van az a mondás, hogy először mindenki a saját házatájékán tegyen rendet, majd utána okoskodjon másfelé. És mi is pont ezt csináljuk. Tehát először egy belső digitalizáció fog történni. A belső aktaforgalmunk az lesz digitális. A digitálisan lesznek elmentve az akták, digitálisan lesznek aláírva az akták, de ez mind belül fog történni. Tehát egy kovászna megyei lakos nem fog ebből semmit először érezni. De miután mi nagyon jól tudjuk kezelni, jól és hatékonyan ezt a rendszert, akkor meg fogjuk nyitani, idézőjelesen a virtuális ügyfélkapunkat, és a, a, a nem megyei lakosok, vállalkozások vagy más intézményeknek is elérhető lesz ez a felület. Ez nagyon jó, és jó is, hogy szóba hozod a más intézményeket is. Ez akkor gyanítom, hogy egy kicsit azt is feltételezi, hogy az intézmények közti információcsere egyáltalán átjárás is egy kicsit mondjuk leredukálódik, kevesebb időbe fog telni. Jó-e a sejtésem? igen jó a sejtése, tehát mi nyitottak leszünk rá. Ehhez természetesen más intézmények is nyitottak kell legyenek. Tehát mi abban nem tudunk beleszólni, hogy más intézmény mennyire digitalizálja saját magát, de legalább a saját házunk rendet teszünk, és lehetőséget adunk, hogy gyorsabban történjenek bizonyos folyamatok. Így van, arról nem szeretünk sosem beszélni, hogy akkor pontosan mikortól, de csak meg kell kérdezem, hogy a tervek szerint akkor mikortól lesz ez mondjuk olyan szinten felhasználóbarát, hogy ha én kíváncsi vagyok, valamire rá tudja keresni, és meg is találjam arra, amit, amire kíváncsi vagyok. Hivatalosan januártól fog indulni ez a platform, de pontos dátumot még nem tudok neked adni, mert nem tudjuk még pontosan, hogy mennyi időbe fog nekünk telni az, hogy mi is megtanuljuk, mi is könnyen mozogjunk ebben az. Az új rendszerben, és utána, tehát semmiképp, amíg mi nem kezeljük jó semmiképp sem akarjuk kiterjeszteni. De valamikor a jövő év folyamán meg fog ez is történni. Na hát kíváncsian várjuk, közben meg azon gondolkodom, hogy ugye itt vagyunk azért most már november, mondhatni több minden vége felé, effektíve egy hónap maradt lassan az esztendőből, ünnepi időszak, stb. gyanítom, ez egy kicsit a munka folyamatot is vissza fogja venni. Igen, de úgy terveztük, hogy a ünnepekig tudjunk előkészíteni mindent. Akkor hol tart most a folyamat? Most a vége fele tart a folyamat, a platformon az utolsó simítások folynak, december derekán meg kéne történjen az átadás, átvevés és ugye a tréningek is már a belső tanulási folyamatok azok nagyjából megvoltak, és januártól indíthatjuk a, a platformot. Nagyon jó, kíváncsian várjuk mindenféleképpen. Valamilyen apropó tanulási folyamat, valamilyen tanulási folyamatra az egyszerű sima érdeklődőnek, lásd például Kincs, hogy lenne -e szüksége, mennyire ez bonyolult keresgélni, találni? Nem, nem lesz bonyolult tehát amikor kiterjed akkor egyszerű aki az internetet tudja kezelni, vagy Facebook barát, vagy Instagram barát, az majd ezt is tudja kezelni. Picit már érintettük a kérdést, de szeretném azért ezt külön is, hogyha tudnánk esetleg hangsúlyozni, hogy most nem magammal példázódva feltétlenül, mert én azért már ismerem mondjuk a, a számítógépes keresés fogalmát, de mi a helyzet akkor, hogyha valaki az idősebb generációból, aki egy kicsit kevésbé jártas, mindennemű számítástechnikai kérdésében, neki mennyire lesz felhasználó barát ez a felület, ahol elérheti a különböző információkat? Úgy készítettük elő, hogy teljes mértékben felhasználó barát legyen, tehát ahogy említettem, aki egy kicsit is ért az átlag internethez, szokott facebookozni, instagramozni, küldött életében egy e-mailt talán, azok teljes mértékben fel fogják találni magukat ebben a rendszerben. És ha véletlenül mégsem, akkor nem így most meg fog szakadni a való világ, és átlépünk csak digitálisba, hanem a, aki, akinek tényleg egyáltalán nem, nem keze, ugye, hogy ezt megcsinálja, az még mindig be tud jönni 9 12-ig, és le tudja adni fizika, fizikailag az oktát. Igen, igen, és jó is mondod, jó is, hogy szóba hozod és mondod ezt, hogy nem egyik pillanatról a másikra fog történni a, a folyamat. Gyanítom, hogy ez is egyfajta, lesz vagy egy ilyen úgynevezett mondjuk hibrid időszak, amikor is is alapon működnek. Ez rendszerint minden folyamat így van, gyanítom, ez a nálatok is így fog történni. Pont így fog történni, és az az érzésem, hogy úgy el is fog húzódni egy kicsit, tehát nem vághatjuk így ketté az időt, és mostanig hoztad a papírt, ezen túl már csak a platformon keresztül küldheted. Ki, ja. Kinek ahogy jobb? mert az ilyen típusú időszakon az egyszerűen át kell esni, és egyébként gyanítom én, hogy ez jó tanuló folyamat lesz a felhasználóknak is akár, hogy beleszokjanak az új platformra. Még azon gondolkodom, és újfent egyfajta alátámasztást kérnék, hogy én ilyenkor belelátom a lehetőségét annak, hogy tulajdonképpen bármilyen típusú folyamatról, procedúráról legyen szó, szóval, amit a, nem tudom, a háromszéki állampolgár el szeretne érni a megyei tanácson keresztül, ez a folyamat tulajdonképpen felgyorsul, hogyha erről a digitalizációról beszélhetünk. Ez mit jelent mondjuk házon belül, a munkatársak és egyebek körében? Mindenképpen ennek az eredmény az kell legyen, hogy felgyorsulnak bizonyos folyamatok, és egy háromszéki lakos vagy vállalkozás azt kell majd érezze, hogyha ő, feltett egy bármilyen kérdést a megyei tanácsnak, arra ő hamarabb kap választ, mint eddig, mert a digitalizációnak hála, ugye nem kell most már uh, sétáltassuk a dokumentumokat a megyei tanács az aktákat. folyósain, az aktákat, <laughs> és nem kell várjuk, hogy uh, valaki jöjjön vissza, mert éppen szabadságon van az, hogy aláírja, vagy keressük a helyettesét, vagy tehát ilyen, ilyen dolgok megszűnnek, mert digitálisan lesznek hordozva ezek az akták, és digitális és olyan lesznek aláíró. Tehát meg felgyorsulnak bizonyos folyamatok. Azt hiszem, hogy ha van rendkívüli jó hozadéka, vagy pozitívuma ennek a folyamatnak, akkor azt hiszem felhasználói oldalról mindenképpen ez a legfontosabb tapasztalati alapon, akár egy-egy építkezéssel, vagy nem tudom, beltelkesítéssel, vagy bármilyen típusú apró urbanisztikát említettünk korábban, bármilyen típusú folyamatról van szó, azért hosszú idők teltek el teljesen érthető módon, amíg egy-egy folyamat végére értünk. Hogy látod, hogy ez időben mit jelent? Tehát, ha mondjuk eddig valami tartott egy, egy évig, akkor ez mennyire fogja leredukálni? Erre így egy kicsit nehéz válaszolni. Azért nehéz válaszolni, mert nem csak rajtunk múlik. Általában, ami így például egy építkezési engedélyről, hogyha beszélünk, abban az egy évben nem azt jelenti, hogy január 1-én le volt téva a kérés egy, egy tanácshoz, és december 31-én kiadtuk az engedélyt. Nem így telik el az egy év, hanem úgy, hogy van egy tervezési szakasz, nagyon hosszú az engedélyezési szakasz, és általában maximum, amit nálunk ül, az 30 nap. Tehát ez a 30 napos periódus, itt nálunk van, azt tud lerövidülni. Az engedélyezési szakasz, meg a tervezési szakaszban nem tudunk mi beleszólni. Ez már nem rajtatok múlik így van. Ezt is nagyon fontos az én olvasatomban látott tisztázni. És hát remélem, hogy a hallgatók olvasatában is, illetve ilyen formán reméljük, hogy hasznos volt, ami most elhangzott. Köszönöm nagyon szépen. Hogy Köszönöm szépen. Rádió Gaga interjú.